A 41. helyet szerezte meg Tófalvi Éva az Ántholci Biatlon Világkupa forduló sprint versenyszámában, azaz az elsőt, amely már nem szerez pontot a sorozatban. Tófalvi egy lövést vétett fekvő helyzetből, és 1 perc 34,9 másodperccel teljesített többet, mint a győztes orosz Olga Poccsufárová, így ennyi hátránnyal rajtolhat a szombati üldöző versenyen, ahol lehetősége van előbbre lépni és újabb világkupa pontokat szerezni. Tófalvinak az idei legfontosabb célkitűzése azonban az oszlói világbajnokság. Az ántholci sprintben Luminica Piskorán a 78., Fórika Éva a 90. helyen végzett, így ők nem állhatnak rajthoza az üldöző versenyen. A hétvégén indul újra a teremlabdarúgó első liga a téli szünetet követően. Az új edzőpárossal, a Kacsu Endre helyére lépő Lucián Nikusánnal és Koszminger Mánnal készülő marosvásárhelyi City az vasárnap Jászban kezdi az évet. A székelyudvarhelyi FK a Dunarja Kölörást fogadja, Sepsiszentgyörgy Kolozsvárra, Kézdivásárhely pedig Galacra utazik. Először vette sikeresen a selejtezőket világkupa versenyen a csíkszeredai hódeszkás Kinda Géza, aki a németországi Feldbergben a 45. helyen kvalifikált a holnapi kieséses rendszerű futamokra, ezeken pedig már bármi lehetséges. A múlt heti csehországi FIS verseny megnyerése előrevetítette, hogy a csíkszeredai hódeszkás a világ legjobbjait összesítő világkupa sorozatban is megállhatja a helyét. Kinda már korábban is rajthoz állt világkupán, ez volt azonban az első alkalom, hogy az első 48 között végzette a kvalifikáción, azaz indulhat a kieséses rendszerű viadalon is. Mi több olyan nevet utasított maga mögé, mint az X-Game legendás 8-szoros győztese Nate Holland, aki a téli olimpián is döntős volt. Elég szoros volt a mezőny, a pálya kicsit rövidebb volt, mint a megszokottak, ahogy szoktak lenni, de szerencsére sikerült jól vakszolnom, gyors volt a bordom, viszonylag eltaláltam a vonalakat, úgyhogy szerintem igen, mostanig az egyik legjobb világkupa eredménye. Kinda azonban abban bízik, hogy holnap nem esik ki az első kör után. Ha sikerül az első kanyarban vezetni, akkor meglepetést is okozhat a világ és olimpiai bajnokokkal teletűzdelt mezőnyben. Vasárnap pedig újabb világkupa forduló lesz Feldbergben, ami egy újabb esély a csíkszeredai hódeszkás számára.